megfertőz. Ige kóros organizmusokat átad. Mikor kitört a járvány, már nem volt idő reagálni. Az emberek megtettek minden tőlük telhetőt, de mivel senki sem volt immunis a vírussal szemben, a hatóságok végső soron tehetetlenek voltak. Azok a fertőzöttek, akik túlélték a támadásokat, vérszomjas öldöklésbe kezdtek. Megtámadták és felfalták az ártatlanokat. Nem volt ellenszer, és nem volt semmi hír olyan személyről, aki immunis lett volna a kórra. Egész kerületek, városok lakosságai estek áldozatul. A szemünk előtt foszlott semmivé az általunk ismert civilizáció. Vannak túlélők, olyanok, mint mi, akik egyedül gondoskodnak saját magukról. Nappal menekülnek, éjjel elbújnak. Biztonságos épületekben torlaszolják el magukat. Mások fegyveres csoportokba tömörülnek. És vannak vadászok. Karddal a hátukon kifürkészik és lemészárolják a fertőzötteket. Találtunk egy védett helyet, ahol volt élelem és tető a fejünk felett. Ahol meghúzhattuk magunkat, amíg nem jön segítség. De a szállásunk egyre kevésbé volt biztonságos, és ahogy a segítség reménye egyre távolibbnak tűnt, a lehetőségeink is fogyni kezdtek. Most már csak mi vagyunk. Szemben a sötétséggel. Vigyük a kisrácot biztonságba. Nem azt döntjük el, kinek van igaza. Csak azt, hogy kimarad életben. Nincs itt senki. Na, mi van? Automata. Ezt hallgatjuk már hónapok óta.
Mindenhol szól, ahol vannak túlélők. Akkor talán itt biztonságban leszünk. Nem. Hogy még mindig ennyit van? A gyógyszerszekrények tel is tele vannak kincsekkel. Csak keresni kell. Nézzünk alvóhely után. Reggel tovább megyünk. Semmi sincs rendben. Mint régen. Együtt maradunk? Hát persze. Ide figyelj. Nem lesz olyan, mint régen volt. De hidd el, jobb lesz. Oké. Majdnem 6 órát aludtál. Mi baj? Tovább kell mennünk. Nincs már áramunk. Se élelmünk. El kell indulnunk. Gyere! Gyere, menjünk! Központ, itt 12-es. Központ, itt 12-es, vétel. Igen, itt központ. Egy kórház felé tartunk. Reméljük, hajnalig végzünk. Majd értesítem. Vettem. Várom a jelentést. Vége. Vége. Vagyunk. A lány beteg. Két társunk meghalt tüdőbajban. Csak gyógyszerért jöttünk. Ketten vagytok? Igen. A karantén előtt itt voltam gyakornok. A gyógyszerek többségét már rég elvitték. Ezek idegenek, drágám. Elnézést. Nem találkoztunk senkivel már 3 hete. Hát mi sem. Itt... elég biztonságos. Egyelőre. Charlie! Jól vagyok már. Jézusom! Bocsánat. Vigyázzunk egymásra. Merre? A gyógyszer? Arra ott. Szépen megtisztítjuk a terepet. Lányok, ha fertőzöttnek tűnik, kinyírni. Igenis. Túlélők, ha elég kemények, velünk jönnek. És most? A legtöbb kaput eltorlaszolták. Más utat kell találnunk.
Gyerünk, indulás! Hatalmas ez a hely! Sajnos minden elég messze van. És azt sem tudjuk, lesznek-e még ott gyógyszerek. Talán inkább hagyjuk és forduljunk vissza. Húzzunk el innen gyorsan. Nem. Az öngyilkosság. Nem lehet kimenni a sötétbe. Már nem. 4 óra múlva úgyis hajnalodik. Le kell jutnunk az alsó szintre. A lenti biztonsági kapu az egyetlen kiút. Viszont ha addig befutcsol az áramfejlesztő, akkor nem tudjuk kinyitni. Hogy érted azt, hogy az egyetlen kiút? A biztonsági kapun túl van egy parkoló. Ott hagytuk a furgont. Ha megtaláljuk, talán eljuthatunk az egyik táborba. Táborba? Na várjunk. Hogy nem mentetek el már korábban? Itt volt élelem. Ez egy meleg, száraz hely. Hetek óta menekültünk, és pihennünk kellett. Jól van, de mi van, ha elmegy az áram, mielőtt elérjük a kaput? Nem nyílik ki a kapu, és bent ragadunk. Épp arra mentünk, mielőtt összefutottunk. Velünk tarthattok. Kösz! Nézd be oda, Taggart. Légy alapos. Azt nem mondtam. Csak szerintem nincsen senki, aki segíthetne rajtunk. Miből gondolod? És a vadászok? Volt katonák, akiknek ez a szakmájuk. Az csak mese. Nem kell minden szart elhinni a rádiónak. Ha lenne valaki, már eljöttek volna értünk. Ezért imádkozunk. Nem. Csak te imádkozol. Nincs már benned hit. Realista vagyok. Csak mi menthetjük meg magunkat. Bassza meg. Kit belépsz, hagyj fel minden reménnyel. Ez volt a kápolna bejárata. Ez nagyon durva. Jézusom. Amelia. Mi? Valami gond van? Nézd meg! Egyszerűen kikészít. Jó, de nem kéne. Ne kezdj, Len. Nem jelent már semmit, ha hiába vesszük szánkra a nevét. Te is tudod. Mi vagyunk, meg ők. Semmi és senki más. Apropó sátán. Az meg mi? Hát, áldozati ostya. Fejfájás ellen. Meg minden más ellen. Pontosan. Szerintetek kijutunk innen? Menjünk. Fel a fejjel. El fogunk jutni a kapuhoz, mindegy szálig. Ha beledöglünk is. Ne baráztass már. Fogd be és gyere utánam, jó? Egyre rosszabb ez a szag. Jó életben.
Ricky? Meg vagyok. Ez meg mi? Isten, bocsáss meg nekünk. Tiéd a terep, Taggart. Légy alapos. Értve? Cross, vétel. Ismétlem, itt a parancsnokság. Vétel. Van egy túlélő. Talált túlélőket? Ismétlem, talált-e túlélőket? Taggart, hall engem? Napfelkeltéig el kell hagynia a területet. Ismétlem, napfelkeltéig a területet el kell hagyni. Hey. Minden oké? Okay? Egyedül vagy? Morgan és Ricky. Azt mondták, várjunk itt. Nem tudom. Már a vírus előtt is olyan borzalmas volt az egész. Most ez a sok szörny. Mi jött még? Emlékszem, amikor még kicsi voltam. Este mindig nagyon féltem. És elbújtam a szüleim szobájába. Aztán rájöttem, hogy csak azért, mert felnőttek. Még nem tudnak megvédeni engem. A szörnyektől, vagy démonoktól, vagy miktől. Sem szörnyek, sem démonok. Csak betegek. Aztán a kitörés után pár nappal az egyik fertőzött elkapta apát. Most már tudom, hogy nem tudnak megvédeni. Ugyan. Bújj ide. Megvédjük egymást, rendben? Egy csapat vagyunk, igaz? Azt hiszem. A SZED. Dorothy és én. Jól megvoltunk. Az egymás iránti bizalmunk tartott minket életben. De mióta ti megjelentetek,
Nagyobb az esély, hogy elkapnak, igaz? Megértem. Nyugi bele! Mi is épp úgy szeretnénk élni. Szeretnék gyorsan lépni. Találni egy tábort. Neked mi a terved? Nincs tervem. Na ez az. De ez nem jelenti azt, hogy akkor biztonságban járhatunk, kelhetünk. Akár valaha is. Ha rájönnek, hogy kell ezeket kinyírni? Újabb szép remény. Van remény, Dorothy. Rájuk is érvényesek a természet törvényei. Eleget megöltünk már, hogy tudjuk. Ja, pont olyanok, mint mi, csak hogy hopp, vért isznak. És mindent széttépnek, hogy megszerezzék. Én hoztam ide pár korai áldozatot, amikor kezdődtek a támadások. Komolyan? És hát... néhány sebesült még. Ellenállt. Mások viszont, tudod, átváltoztak. Egyből átváltoztak. Most mindenki azt hiszi, hogy vámpírok. De nem. Mutánsok. Talán nem. De min alapul ez a gondolat? Hogy a vér és a hús rabszolgája vagy. Hogy minden tettednek, minden gondolatodnak egy a végcélja. A vér. Nincs saját akaratod, érzelmeid. Bassza meg. Csak enni akarnak. Húzzuk oda! Oké. Nem vámpír, mi? Pedig eléggé úgy néz ki. Reméljük, nem jut ki. Gyere, menjünk! Gyere! Na végre. Jó hír. Úgy tűnik, van pár rajongunk az épületben. Tudják, hogy itt vagyunk. Induljunk. Oké, mennünk kell. Indulás. Na és, láttatok egyet? Fogjuk rá. És milyen volt? Gyengülnek már? Mi? Remek. Kezd már belassulni a cucctól. A folyosó végén van egy ebédlő. Lehet, hogy találunk valami ennivalót, mielőtt lejjebb megyünk. Mind éhesek vagyunk, és kell a táplálék. Mi van, ha ott is van egy izé? Elkapjuk. És ha többen vannak? Kinyírjuk mindet. Gyere, menjünk. Vajon milyen régi ez a kaja? Több hónapos lehet. Gyakran hiába találunk valamit. A nagy része mindig romlott. Ne nézz, csak egyél. Örülj, hogy itt van. Igen. Mások nem tudták megenni. Kár, hogy nem maradhatunk itt. Hajnalig még 3 óra. Sajnos eltarthat egy darabig, amíg lejutunk. Nehéz olyan járatot találni, amit nem barikádoztak el, vagy zártak be. Fent még biztonságos volt. De elfogyott az élelmünk. És fogytán az áram. Meghaltunk volna, ha ott maradunk. Azt az egyet kell észben tartanunk, hogy urai vagyunk saját magunknak. A többit majd meglátjuk.
Morgan. Komolyan, Dorothy. Ez az igazság. Lássuk be. Ez van. Talán megpróbálhatnánk kitörni egy ablakot és kimászni. Hát, látnánk is őket. Ja. Oké. Na és te? Mit gondolsz? Pár órája még el se akartál menni. Most meg... Egyszerűen el kell érni a biztonsági kapuig. Na és Ricky? Há? Mit szólsz, Ricky? Felőlem? Vérzel? Csak egy karcolás. Biztos megvágtam magam fent a mosdóban. Egy karcolás. Nyugi már, nem vagyok fertőzött. De vérzel. Egy csepp vér is vonza őket. Tudod jól, még ha el is vagy most szálva. Barom! Elég mély sebb, zsenikém. Ott a vizsgáló. Talán vannak benne gyógyszerek. Oké, tiszta. Jó, bemegyek vele. Vigyázzatok, ha hallatok valamit, irány az alsó szint. Gyere. Ülj arrébb, kérlek, Charlie. Most gondolkozom. Miről? Amiről mindig. Hogy mi lesz velük. Mi van, ha csak mi maradtunk? Tudod, mit jelent ez? Mit? Azt, hogy mi vagyunk a szörnyek. Ez a világ. Nem a mi világunk. Kész vagyunk. Penicillin a köhögés ellen. Köszi. Mi az? Helyzetjelentést. Egy jelentés szerint lehetnek egészséges túlélők. Hogy? Miféle jelentés? Jelenleg is vannak csapatok a térségben, ezredes. Nekünk nincsenek? Nem a mieink.
Ezek amolyan civil csoportok, úgynevezett vadászok. Mi koordináljuk a mozgásukat. A legutóbbi jelentés a 7-es szektorból érkezett. Hajnalig megtisztítják a terepet. A 7-est hajnalig? Az az egyik legkeményebb körzet. Minden tiszteletem az önék, Rossz. De mi kicsit másképp dolgozunk, mint maguk a külügynél. Nézze. A fertőzöttek nappal fedezékbe vonulnak. Igaz? Igen. Részletezzem. Fertőtlenítés. Egyetértenék. De jelenleg elvesztettük a kapcsolatot az egységünkkel. Nem tudjuk biztosítani, hogy időben kivonulnak onnét. És a légi egységeink? A fedélzeten, uram. Hogy? Megerősítésre várnak. Fertőtlenítünk. Uram? A maga vadászai ott vannak. Ha jelentkeznek, mondja, hogy tűnjenek el. Jó ötlet. Kösz a tanácsot. Ide figyeljen. Itt én döntök. És ha jól emlékszem, nem tervezek nyugdíjba vonulást. Úgyhogy amíg a külügy nem akarja átvenni a hadügyeket, jobb lesz, ha mindig azt teszi, amit én mondok. Azonnal szálljanak fel a gépek. Igen, uram. Megnézem. Óvatosan. Most jót nevetnék, ha nem lennék betolva. Nem tudom. Szerencse, hogy élünk. Hol vagyunk? Vissza nem mehetünk. Dorothy szerint minden folyosó ugyanoda vezet. Ha kijutottak, megtaláljuk őket. Kész hadsereg. Hogyan, Ricky? Morgan kemény srác. Biztos semmi bajuk. Tovább kell mennünk. Gyertek, meg kell találnunk azt a kaput. Thank you.
Mindenki jól van. Oké. Kezet kell mosnom. Ne ne viccelj. Vérszívók. Dylan, csak beparáztál a sok futástól. Lehet, hogy véres a kezem. Várjatok egy percet. Fertőzött vagy? Mi? Fertőzött vagy? Nem. És te? Zajt hallottam és elbújtam. Egyedül vagy? Csak hárman vagyunk. A három szép szám. És biztonságos is. Csatlakozhatok? Dylan! Tűnjünk el innét. Jó. Mit? Hallgasd. Bentről jön. Maradjatok itt. Halláttok vagy hallotok valamit. Fussatok. Jól vagyok.
Megint Mázlin volt. A Mázlistának is lehet pehje. Mi történt? Hát... futottunk. Valami elől, ami elkapta Morgant. Azt mondta, ha bármi van, fussunk, nem? Keresd tovább. Meg kell találnunk őket. Folytatom a pásztázást. Ha van valami szólok. Egyszer a suliban az egyik gyerek mesélt egy sztorit, amit soha nem felejtek el. Tudod, ami úgy igazán megragad. Szóval volt egy repülő tele utasokkal. És lezuhant. Nem is emlékszem miért. Minden esetre páran valahogy túlélték az esést. Ez az a kannibál sztori, ugye? A túlélők kezdenek egyenként eltűnni. Nem így volt? Te is ismered? Vagy hasonlót. Jelentést kérek. Az egységeink ezekben a szektorokban jelentettek fertőzötteket. Hányat? A vadászok szerint számos nagyobb csoport létezik. És biztos több százan rejtőzködnek még. Ezredes. Mi van, ha a vadászok élnek és találtak túlélőket? Ha nem tisztítjuk meg a területet, és a fertőzöttek kiszabadulnak, minden odaveszhet. Nincs ellenszer. Nos, maga azt mondja, a vadászok hajnalig eltűnnek? Igen. Hajnalban indul a hadművelet.
Charlie? Charlie! Megharaptak? Fertőzött vagy? Te ki vagy? A nevem Tau. Mindjárt fel kell a nap. Reméljük, kitart addig az áram. Jól vagy? Szerinted mi lett Dylannel? Az már nem számít. Gyere! Oké. Figyelj, mindjárt megtaláljuk a többieket. Talán még Dylant is. Megkeresem a többieket. Te csak maradj itt, és ne mozdulj. Nyugodj meg. Mindjárt kezdünk. Ám előbb be kell mutatnom neked valakit. A lányomat, Sophie-t. Fantasztikus kislány. Tudja, a járvány kitörése után az emberek vagy elmenekültek, vagy olyanná váltak, mint azok. Vagy persze meghaltak. A járvány elég gyorsan terjedt. Hamarosan már csak néhányan leszünk normálisak, odakint és idebent egyaránt. Vannak, akik összetartanak és együtt küzdenek a túlélésért, de én valami mással biztosítom a túlélésemet. Éme itt van, az én kicsi Sophie. Nos, tehát hagyjuk a baráti csevejt és ugorjuk egyből a főfogáshoz. Gyere! Neki nem kell attól tartanom, hogy olyanná válok, mint ő, és borzasztóan szeretem. Remélem, hogy megérted. Ő az evolúció következő lépcsőfoka. Fertőzött, mégis képes az észszerű mérlegelésre. Veled van. Menjünk. Gyere már! Egyedül találtunk rá. Elég rossz bőrben volt. Jó vagy?
Hány túlélő van? Összesen 6. Igaz volt. Ők vadászok. És van egy tábor is. Igen, oda viszünk. Megkeressük a többieket. A biztonsági kapukat kerestük. De mindjárt elmegy az áram. És addig nem érünk a kapuhoz, nem fogunk tudni kijutni. Akkor azonnal indulunk. Morgan. Haó. Te élsz? Jól van. Én megyek. A társaim elkísérnek. És te hová mész? Vadászni. Riki, jól vagy? Aha. Hány tablettát vettél be? Gőzöm sincs. Gyere, erre rövidebb. Ne maradj le, jó? Tudják, merre van a biztonsági kapu? Gőzöm sincs. De velük legalább van valami esélyünk. Ja. Elnézést a késedelemért, uram. Én csak biztosítani akartam, hogy tiszta a terep, uram. Mindjárt indulnak. A fenébe. Én is ki akarom hozni a túlélőket. De parancsot kaptunk. Megértették? Igen, uram. A fenébe. Ki a fene maga, és mit akar itt? Én vagyok az, aki megadom neked, amit te adsz másoknak. Köszönöm. Menjünk már innen. Thank you.
Nem hittem, hogy újra látlak titeket. De kaptam még egy esélyt. Tőle. Rosszabb, mint vártuk. Most arra minden megváltozott. Már mi vagyunk a szörnyek. De van remény. Mi történt? Nem tudom. Volt ott egy őrült. Valahogy még ember, de mégsem. Láttam már ilyet. Mindenki küzd az életéért. Bombázhatunk, ha tudjuk, hogy lehetnek egészséges civilek is. Mit tehetnék? Már döntött. A parancs az parancs. A vadászok nélkül fele ennyi terület sem lenne tiszta. Nem hagyhatjuk őket serben. Ráadásul civilek is vannak odalent. Egészségesek. Légiegység, a hadműveleti engedélyt megadom. Csak nagypontosságú irányított lövedéket használjanak. Vége. Vettem. Pilóták készen létbe. Pilóták készen létbe. Egyetlen gyakorlat. Ismétlen egyetlen gyakorlat. Ricky meghalt. Ha nem sietünk, mi is ugyanúgy végezzük. Mi van? Hol voltál? Mi? Ugyan. Hé. Én
Mázlin volt. Érted? Mázlin volt. Legyetek résen. Még vannak. Bemegyek. Megtisztítom ezt a szárnyat. Nincs sok időnk. Siess és gyere utánunk. Minden ajtó zárva, vagy eltorlaszolva. Ez a lift az egyetlen kiút. Várjunk egy percet. Gondoljuk végig. Mi van, ha elmegy az áram? Benn ragadunk. Volt sok biztonságos hely. Ez igaz, de most már nem fordulhatunk vissza. Meg kell próbálnunk lejutni valahogy. Élni akarok. Én is szeretném, ha élnél. Nem jössz velünk? Tudod, mindenki azt teszi, ami a dolga. Mi vadászunk, ölünk, aztán továbbállunk. Csak mutasd az irányt. Indulás! Gyerünk, mozgás! Menjünk!
Mozgás, kislány, menjünk! Ne! Már késő, vége van. Nem is sikított. Most. Alul lesz a nyílás, keressétek. Azaz, nyisd ki tekert. Hány emelet? Három. Legfeljebb egyel több. Szarok rá. Én megyek. Ez kelleni fog. Mázlista vagyok, tudod? Iszonyú víz van! Jó, menjünk. Tüzelésre kész. Vettem. Megközelítem a célpontot. Haladás irány 3.30,7 dolog. Oké. Milyen messze? Nem tudom. Nem túl ismerős a hely, de ez a járat is a biztonsági kapuhoz visz. Mind oda vezet. Gyere, bojtás. Ide figyelj. Ezt neked adom. Na most, a két nő és a kislány veled mennek. Délfelé van egy tábor. Ott biztonságban lesztek. Ez itt egy automata fegyver. Gyorsan tüzel, úgyhogy vigyázz és spórolj. Induljatok, nem lesz baj. Oh.
Elkapott? Bassza meg! Zsák utca! A gépekről. Ideiglenesen leszállnak tankolni. A célpont elérése előtt 5 perccel jelentkezni fognak. Tudom, mire gondol. De nem halogathatjuk tovább az akciót. Nincs próbarepülés. Ha fel kell a nap, sterilizáljuk a területet. Minden egyes épületet. Mindegy szálig. Uram, vegyék jegyzőkönyvbe, hogy figyelmeztettem. Civil túlélők lehetnek a helyszínen. Értékelem az aggodalmát. De sajnálatos módon a mi túlélésünk prioritást élvez. Nem lehet messze. Nem lehet, hogy körbe-körbe megyünk. Kizárt. Akkor hol van már? És mi lett a vadászokkal? Kinyifantak? Várjunk. Mi az? Azt nézd. Talán arra kell menni. Délen. Egyikünknek meg kell néznie. Ne menj túl messze. Mit? Figyelj!
Amelia, ez csak egy gyerek. Lehet, hogy fertőzött. Csak egy kisfiú. Nincs baja. Jól vagy? Nem fertőzöm. Innen futnunk kell, egészen az ajtóig. Sikerülni fog. Rendben. Kész vagy? Meg vagy? Jól van. Gyertek. Más, mint amilyennek elképzeltük. Ez nem halál. Most érzem csak igazán, hogy milyen is élni. Támadást engedélyezem. Kaland után
köszönés nélkül lelépnétek. Ostobák. Leöltök minket, mint a kártevőket. Pedig már ti vagytok a préda. Ezredes úr, a felderítőknek sikerült lokalizálni a vadászokat. Épségben kijutottak, uram. Szép munka volt. Köszönöm, uram. Jól van, emberek. Menjünk haza. Magyar hangok. Csernák János, Szávai Viktória, Pap Dániel, Rutkai Laura, Varga Rókus, Nagy Katica, Szűcs Péter Pál, Kárpáti Tibor, Tóth Zoltán. Magyar szöveg Hanák János. Hangmérnök Tóth Péter Ákos. Vágó Kajdácsi Brigitta. Gyártásvezető Kéner Ágnes. Szinkronrendező Dezsőfi Rajsz Katalin. A szinkront a Fórum Home Entertainment Hungary megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette.